Idén is a Szent Imre Közösségi Házadott otthon Caritas tábornak. Mint minden évben most is túljelenkezés volt. 2018-ban 84 jelenkező közül csak 67 gyermeket tudtak fogadni. A 6 és 14 év közötti dombovári diákok két turnusban érkeztek, első héten 31-en, a másodikon pedig 36-an. Ez a 8. Caritas táborunk, és hát valóban az van, hogy egyre úgy tűnik, hogy egyre több az érdeklődő. Most is 11 hét a nyári szünet, és nagyon sok szülőnek nincs megoldva ennek a 11 hétnek a foglalkoztatása, és akkor ezért keresnek táborokat a gyerekek számára. Minden évben az első két héten szoktuk ezt a tábort szervezni, és gondolom ezért is nagy az érdeklődés iránta. A tábort a templomi Caritas persei bevételéből, felajánlásokból és pályázati pénzből finanszírozták. Az itt tevékenykedő pedagógusok, felnőtt segítők és fiatalok is egyaránt önkéntes munkát végeznek, a szabadidejüket áldozzák fel. Azért szerettem volna idejönni, mert itt olyanon foglalkozhatok, amit igazán szeretek. Gyerekekkel lehetek, és sok-sok új embert ismerhetek meg. És nem kell órákat ülnem a tűző napon, miközben vigyázok az emberekre, mondjuk egy medenceparton, és tudom, hogy én nem mehetek be, hanem itt mindenben részt vehetek, minden kicsit én is gyereknek érezhetem magamat újra. A szervezők célja az, hogy a tábor ideje alatt a fiatalokat a szülők biztonságban tudhassák, emellett pedig a diákoknak tartalmasan és vidáman teljenek a napjaik. Itt jól érzem magam, és sok barát között lehetek, és itt legalább sokan foglalkoznak velem és a többiekkel, és itt én jól érzem magam a sok program miatt. A gyermekek nagyon sok programban vehetnek részt, különböző szervezetek tartanak nekik előadásokat, játszhatnak, és mivel a katolikus plébánia, illetve annak Caritas közössége szervezi a tábort, ezért a lelki percekre is mindig jut idő. Ma is volt, hogy milyen képességeket adott nekünk Isten, és azért nagyon jó, hogy... Neked milyen képességeket adott? Hát, igazából táncolás, rajzolás, éneklés és a hangszer használata. A gyerekek a kreativitásukat is kiélhetik. Tavaly a mennyei paradicsomot festették fel a közösségi ház falára, idén pedig Dörnyeiné Erika segítségével azt a jelenetet vázolták fel, amikor Jézus az apostolokkal viharba keveredett a tengeren, és jelenlétével még a háborgó tengert is el tudta csendesíteni.